A Bonyhádi közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 10 településsel rendben lezajlott a választás. Közel 14 ezer választópolgár igényeit szolgálta ki az önkormányzat ezzel a nemes feladattal. Filcinger Ágnes jegyző beszélt a részletekről. 27 szavazókör munkáját kellett koordinálni, úgyhogy ez egy óriási szervező munkának volt mondható. Elmondható, hogy közel 200 ember dolgozott ebben a 27 szavazókörben. A választási bizottságok a kis településeken helyi választási bizottságként működtek, a városban, illetve egy településen szavazatszámláló bizottságként. Itt a delegáltak és a választott tagok aránya közel 50%-osnak volt mondható. A választáson a részvételi arány meghaladta 70%-ot, és az eredményt is nagyjából ehhez a számhoz lehetett kötni. Potápi Árpád János képviselő úr nyerte el a szavazatoknak közel 70%-át. A kis településeinkkel együtt 68%, viszont Bonyhádon meghaladta 71%-ot. A következő jelölt pedig a Szabó Loránd képviselő jelölt volt, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az ő szavazatainak száma 22,9% volt. Két nemzetközi megfigyelő csapat is ellátogatott a szavazóköreinkbe. Ők az egész nap folyamán látogatták a szavazatszámláló bizottságokat, és még két esetben a számolásban is részt vettek, illetve ellenőrizték egészen pontosan a szavazatszámlálást. Ezt követően pedig itt a rögzítésnél is jelen voltak. Bonyhádon és a hozzátartozó településeken problémamentesen és a jogszabályoknak megfelelően zajlott le a szavazás.